A mai videóban a visszárújegyzék kitöltésével fogunk foglalkozni, hogy hogyan is kell kitölteni szabályosan egy ilyen jegyzéket. Nézzük is akkor először a feladatot, amit ide már felírtam. Tehát az üzlet neve, ahol mi dolgozunk, az a papír Kft. címe 1113 félegyház, Alkács utca 10, alkalmazott haszonkulcs 46%. A szállító, iparák kereskedelmi ZRT, 1113 félegyháza, akár utca 11. Minőségű járvátvétel során kettő dobozban lejárt komáromi liszt volt. Ugye itt láthatjuk a termék megnevezését, ugye 300 darab komáromi liszt, 25 darabos gyűjtőkarton dobozban, és áfa nélküli egységára 120 forint per darab. Akkor nézzük is a táblázatot, tehát nagyon egyszerű dolgunk van, ide a megnevezéshez, Ugye, amit visszározunk, annak a nevét kell írni. Ugye itt olvashatjuk, hogy komáromiliszt volt, tehát beírjuk, hogy komáromiliszt ide a megnevezéshez. beírtuk, hogy komáromiliszt, és ugye a mennyiség. Ugye ott van, hogy kettő dobozban volt lejárt liszt, tehát két dobozt küldünk vissza. Tehát az azt jelenti, hogy egy dobozban van 25 darab, akkor két dobozban. Tehát ide írjuk, hogy ször, 25 az 50 tehát akkor 220 az azt jelenti, hogy 50 darab. Tehát akkor a mennyiség az 50 darab lesz. A mennyiségi egység pedig darab. Tehát ott van egy komáromi liszt, ugye darab. A mennyiség 50. Ugye itt fogyasztói árat kell majd nézni, illetve itt van a beszerzési ár. Illetve, amit kifelejtettem, pedig fontos, ugye ide be rekérjön, hogy kinek küldjük vissza. Ugye itt már az elején. Ezt tisztázzuk le. Tehát ez itt a mi üzletünk neve, de mi a beszállítónak fogjuk visszaküldeni, azért a szállító nevét ide felülre be kell írni. Tehát Ipará kereskedelmi zért, és ide be is írjuk. Tehát megvan, illetve még a címét is. Tehát 1113, Félegyház Alkács utca 11. Tehát ide beírjuk 1113 fél egy háza. Akhát, utca 11. Tehát ide küldjük vissza. Na, akkor térjünk vissza akkor a beszerzési ára, hiszen ezt már ugye kitöltöttük. Tehát beszerzési ára, tehát betéti ára, ugye egységgel, és az érték. Ugye az egység árát, azt itt látjuk, ez az áfa nélküli egység hogy ugye 120 forint per darab. Tehát ide csak beírjuk, hogy 120 forint. Na nekik kell számolni az értékét. Tehát érték. Ugye tudjuk, hogy egy darab az 120 forint. Ugye a beszerzési ára. És meg kell nézni, hogy a mennyiség ugye 50 darab. Tehát 50 x 120 lesz az értéke a beszerzési áron. 120 szel 50 az 6000. 6000, akkor meg is van az értéke, az 6000 forint. Na, most jön a számolósabb rész. Ugye ez a fogyasztói áron. Rész, ugye kiszámoltuk ugye, a beszerzési áras, itt, itt tulajdonképpen nem volt semmi dolgunk. Na, de most meg kell, szám, meg, ki kell számolni a fogyasztói árat. Tehát akkor írjuk fel, hogy fogyasztói ár. Szorzószámmal szoktuk ö, ezt megcsinálni, tehát úgy az egyszerűbb, szorzó, tehát szorzószám, ugye, tudjuk, hogy a termékek 27%-os áfába tartoznak, ugye itt kiírja nekünk alul, tehát, akkor 1,27 ször a haszonkulcs, tehát, amit itt olvashatunk, alkalmazott haszonkulcs 46 százalék, tehát szor 1,46. Tehát 1,27 szer 1,46. Tehát a 27 az az áfa kulcs. Az 1,46 pedig Haszonkulcs. Tehát hk százalék. Tehát álfa haszonkulcs, ez a szorzószám az. És ki is számoljuk, hogy 1,27 szer 1,46. 1,8542. 1, 8, 5, 4, 2, általában ezt 4 tizedes jegyig szoktuk kiírni, tehát a szorzószámot mindig érdemes 4 tizedes jegyre írni, itt most pont ugye csak 4 van, de azért érdemes 4 tizedes jegyre írni, mert minél pontosabb számot fogunk majd kapni. Tehát ezt kiszámoltuk, tehát akkor a fogyasztójára következőként fog alakulni. Ugye tudjuk, hogy a fogyasztói ár ugye 1,8542 szorzó számmal kell megszoroznom ahhoz a beszerzési árat, hogy kijöjjön a fogyasztói ár. Na lássuk, hogy működik a gyakorlatban. Tehát a beszerzési ár, ugye az mi áfa nélküli egység ár, az azt jelenti, hogy én nem tartom az árat, illetve még a haszonkulcsot se tartalmazza ez a 120 forint. Na de azért számoltuk ki ezt a szorzó számot, ezt az 1,8542-t, hogy utána beszorozzuk ezt az áfa nélküli egységárat ezzel a szorzó számmal. Tehát az áfa nélküli egységára 120 volt, és beszorozzuk 1,8542-vel. És már is kiderül, hogy mennyi lesz a fogyasztói egységár. Tehát 120 szor 1,8542. 222,5, na de ezt kerekítjük. Tehát 223. Tehát 223 három forint lesz. Most, hogy kiszámoltuk ugye a fogyasztói egységjárat, ugye 223 forint, be is írhatjuk ide, hogy 223 forint. Most az értékét kell meghatároznom, hogy összesen a visszaküldendő termékek fogyasztói áron milyen értéket képviselnek. Na, nézzük is akkor meg. Tehát érték. Értékét fogjuk kiszámolni. Tehát tudjuk, hogy 50 darab van, tehát azt ott ki is írtuk. Hiszen ugye két dobozban volt lejárt, és kétszer 25 az 50 darab, termékről beszélünk, tehát 50 darab komárom lisztről, tehát az fogyasztói járt beszorzom 50-nel, és ennyi lesz az értéke. Tehát 223 szor 50. 11.150 Tehát ennyi lesz. Tehát 11 150 forint természetesen. Ennyi lesz az értéke összesen. Tehát 11.150 forint. Nos, hogyha ezek megvannak, akkor ugye áru összesen, göngyöleg összesen. Ugye itt göngyülegünk nem volt, úgyhogy ezt ki is húzzuk, illetve ide nem írtunk semmit, úgyhogy itt most az a szabály, hogy így ki kell zézni azt a területet, ahová mi nem írtunk semmit. Tehát most, hogy meg volt ez a kizézés, most ki kell számolnunk az összértéket, tehát áru összesen, ugye fogyasztó járon 11.150 forint volt. Beszerzési áron pedig 6.000 forint. Tehát így, ugye majdnem meg is vagyunk, csak ugye a keltezés, ugye a mai nap, például 2020, 11. hó elseje. És akkor itt kell ugye aláírni, tehát üzlet vezető hogy az visszáruszhat, és akkor aláírjuk, hogy visszáru János. Például. Tehát így kell kinézni egy visszáró jegyzéknél, tehát lényegében itt a beszerzési járnál nem kell sokat számolni, itt a fogyasztói járnál viszont nagyon oda kell figyelni a szorzószámra. Tehát a szorzószám az 1,46 az úgy jött ki, hogy ugye a alkalmazott haszonkulcsot megszoroztam, az áfával. Tehát 1,46 x 1,27, vagy 1,27 x 1,46, kinek hogy tetszik, tehát felcserélhető. Tehát ott van, hogy az áfa kulcsot megszoroztam a haszon kulcsot, tehát HK százaléka, és kijött, hogy 1,8542. Most, hogy ezek ugye megvoltak, ugye a szorzószám, már is kiderült, hogy a jár mennyi lesz, hiszen 120 volt a áfa nélküli egységára. Tehát itt van, hogy áfa nélküli egységár 120 forint, amit ugye itt látunk, és beszoroztam a szorzószámmal, amit itt látunk. És már is kijött, hogy 223 forintra jött ki a fogyasztó ára ennek a terméknek, és az be kell szoroznom 50-nel, hiszen két doboz küldök vissza, tehát kétszer azaz 50 darabot küldök vissza, ezért 50 223 és meg le is lett az értéke. Ugye ide beírtam az értékét, a 11150, meg ide is beírtam a beszerzési árértékét, értékét, ugye nem volt, kiúztam, dátum, ügyvezető aláírása. És nagyjából végeztünk is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos volt. És további jó tanulást kívánok!